A Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió 2010 óta készítette a Hitünk és Életünk című műsort a Fehérvár Média Centrum számára. A magazinban bemutatták a baptista, az evangélikus, a református és a katolikus egyház főbb eseményeit. Év végén pedig már az új magazin első adását láthatták a nézők. Októberben adódott a lehetőség, hogy egy újfajta műsorral álljunk elő, egy újfajta magazinnal, amelynek a címe is mutatja, hogy valami olyasmiről szólna, ami örökké tart. A magazin neve Örökké való, és szeretnénk ebben bemutatni azt, hogy ég és föld nincs is olyan messze egymástól. Vannak dolgok, amik örökké tartanak. Örökké tart minden, amit jót teszünk, amit szeretettel teszünk, minden, amit az igaz útján tesszük. Berta Kata hozzátette, Henri Bulár jezsuita atya mondta, ne gondoljatok nagy dolgokra, magatokat viszitek át majd az örökké valóságba, az, akik vagytok. A műsorban azt szeretnék bemutatni, hogy mindenki, aki ő, ami jó benne, ami szép, az lesz örökké vele. Bulár atya tanított meg arra, hogy egy szeretettel elkészült vacsora, egy buszmegállóba való gondolkodás, várakozás, a másikra, a családjainkra, a szeretteinkre, ezt mind-mind visszük majd magunkkal, és ez lesz az érték, és ez lesz a fontos az életünkbe. Szóval szeretnénk elmenni az emberek közé, és szeretnénk bemutatni, hogy mennyi minden örökké való dolog van bennük, körülöttük. A magazinnak minden hónapban keresnek egy témát, amely alapján összeáll. Decemberben az advent, karácsony állt a fókuszban, januárban pedig az ökumenikus imahét kapja a főszerepet, amely arról szól, hogyan tegyük a jót.